idén is megszervezte napközis táborát a Fejér megyei kormányhivatal. A táborban a hivatal dolgozóinak gyermekei vehettek részt, és azért szervezték meg immár második éve, hogy a gyerekeket közelebb tudják hozni a szüleik munkájához. Összesen 3 héten keresztül 3 különböző helyszínen zajlik a tábor, Székesfehérváron, Velencén és Dunajvárosban, kormányhivatali helyszíneken, kormányhivatali épületekben. A programok kiválasztása során a szórakoztatás mellett arra is törekedtünk, hogy a kormányhivatali szakterületeknek a sokszínűségét is bemutathassuk a gyermekeknek, akik ezáltal a saját szüleik munkáját is sokkal jobban megismerhetik. A gyerekek a tábor során Európai Uniós tréningen, honvédségi bemutatón, tűzoltási bemutatón, vadászati gomba és rovar bemutatón és sportprogramokon is részt vettek. De pénteken Pavelce László és Klupács Péter, a Huba Rescue nemzetközi tűzoltó és kutatómentő alapítvány a Hős benned van program keretében mutatta be a kicsiknek, hogyan is kell újraéleszteni, illetve mit kell tenni, ha valaki bajban van. Aki mer, az most is ugyanúgy oda mert jönni, oda mert éldelni, és ugyanúgy segít, megpróbál másik embertársán menteni. Sokkal nagyobb az a szám, akik nem mernek oda menni, de őnekik is ugye elmondjuk, hogy nagyon fontos, hogy azt tanulják meg, hogy akkor telefonálunk, segítséget hívunk, kiabálunk, felhívjuk a figyelmet, mert azzal is segítenek. A Fejérvár megyei kormányhivatal 3 turnusos táborát minden évben támogatja a vármegyei Europe Direct iroda. Idén 138 gyermek vett részt rajta.